Így örültek a debreceni akadémisták a tornagyőzelemnek és az elsőséggel járó kupának. A Deac fiataljai rangos mezőnyben diadalmaskodtak, legyőzve a Szlovák Prievidza, a Szolnoki Akadémia és a Honvéd Akadémia csapatát. A rendező NKK 5-ös elnöke némi hiányérzet mellett elégedett volt a 3 nap alatt látottakkal. Kettős érzés van bennem a tornával kapcsolatban, hiszen egyrészt a mezőny erősebb volt, mert 2 külföldi csapat volt. Tavaly Szlovákiában nem tudtak Covid vészhelyzet miatt eljönni a kassai csapat. Idén Prievidzából jött egy igen erős csapat. Viszont én szerintem tavaly a torna döntője talán színvonalasabb volt, és az akkori győztes a Rád Géber Akadémia csapata szerintem most is meg tudta volna nyerni, ha eljön. Ettől függetlenül a torna maga, az mérkőzések összessége szerintem magasabb színvonalat, mint tavaly. Az NKK 5-ös játékosai heti 5 edzéssel készülnek, míg a kiemelt akadémiákon hetente 10 alkalommal tartanak tréninget az U16-os kosarasoknak. A nyíregyházi csapat edzője ennek tükrében válaszolt arra a kérdésre, hogy elégedette az 1 győzelem 2 vereség mérleggel. Összegészében azt mondom, hogy igen, leginkább azért, mert a mai mérkőzésen igaz, hogy tartalékos összeállításban érkezett a Kecskeméti Akadémia csapata, hisz 3 meghatározó játékosuk hiányzott, de olyan elemeket tudtunk mérkőzés szituáció megvalósítani, amelyeket edzésen gyakoroltunk. Az első 2 mérkőzésünkön tőlünk fizikálisan erősebb csapatokkal játszottunk, teljesen más sebességben, kicsit meg is voltunk illetődve. A 3. mérkőzés, a 3. napra már úgy érzem, hogy sokkal inkább bátrabbak voltunk, magabiztosabbak voltunk, és ennek is köszönhető, hogy sikerült egy mérkőzést megnyernünk. A Nyíregyházi Sportcentrum fiataljai 1 győzelemmel és 2 szoros vereséggel a 4. helyen zárták a tornát. Én megmondom őszintén, maximálisan elégedett vagyok, mert 3 aktív rotációtak hiányzott, illetve a kassai Sanyi Covid-ból jött vissza. Ennek tükrében én maximálisan elégedett vagyok. 10 ponttal kaptunk ki a Honvédtól, nagyon jó meccset játszottak, de azt szóval le a kalappal a fiúk előtt. Szerintem palánk alatt nagyon tudunk dominálni, a Mucsi Bulcsú, illetve a Szabados ZT, én szerintem ők topnak számítanak ebbe a korosztályba. Még azt mondom, hogy irányító berabó posztra kellene fejlődni, de dolgozunk rajta. A névadó Sallai József fia NB1-es játékvezetőként kötődik a sportákhoz, és természetesen több meccsen is fújta a sípot a tornán. Nagyon jó érzés, hogy mindenki tisztelettel beszél róla, és az emlékét így tudjuk továbbvinni. Emellett a torna mellett a róla elnevezett kosárlabdaléget is kiváló lehetőséget nyújt annak, aki szeretne mondjuk a szabad térben is kosárlabdázni. A csapatok számára főpróbaként is szolgált a torna, ugyanis az U16-os bajnokságban a jövő hét végén már 7 meccsen lépnek pályára a játékosok.